Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar az évad lezárásaként egyben a nyári zenei programok nyitányaként egy varázslatos olasz estre várt a Szent Iván éjjelén vendégeit a csónakázó tópartján felállított szabadtéri színpadon. Mindenképpen egy érzelemgazdag műsor, azt mondhatjuk, és hát hál' Istennek az időjárás is nagyon kegyes hozzánk, minden jel arra mutat, hogy e tekintetben sem lehet panaszunk sem nekünk, sem a közönségünknek. A főpróbán túl vagyunk, a hangosítás megtörtént, muzsikusaink készen állnak, úgyhogy nagy örömmel nézünk elébe a ma estének. A fehérvári klasszikus zene barátai zsúfolásig megtöltötték a teret, s nem véletlenül. Dobszai Péter vezényletével Kertesi Ingrid Lisztdíjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, illetve két fiatal kivételes tehetség, Velecki Ramona és Szabó Bence a szimfonikusokkal olyan nyári Itáliát hoztak el a tópartra, ami méltó volt az olasz zsenik Rossini, Verdi, Leoncavallo és Mascagni korszakos műveihez. Izgalmas, mert az áriát már énekeltem, de három másik olasz dalt csak nem énekeltem még koncerten, hát gyönyörűek és nagyon jó énekelni. És azért is izgalmas és fantasztikus ez az est. Egyrészt a Dobszai Péter karmester úr miatt, mert én már dolgoztam vele egyszer, és vágytam rá, mert nagyon-nagyon-nagyon jó keze van, és nagyon jó vele. Már a próba is nagyon-nagyon kellemes volt, olyan volt, mintha már 3-4 próbán túl lettünk volna, nem is kell vele több. Cserpakovics András polgármester számára is fontos a szimfonikusok idei menetelése. A városvezető kiemelte, Székesfehérvár kulturális életének egyik talpontja a zenekar. Ma a helyszín, a nyár vége, az időjárás, a zene, ez a sok ember mind-mind azt mutatja, hogy ez egy nagyon-nagyon szép zenei évad volt, nagyon szépen zárja a zenekarunk, és nagyon szépen köszönti így a nyarat. Tudjuk, hogy az azt megelőző időszakban nagyon sok koncert elmaradt, nem volt lehetőség ezek megtartására a pandémia miatt, de látszik, hogy a közönség így is kitartott és megmaradt a Alba Regia mellett mögött, ez az egész évadba jelentkezett. Köszönet a zenészeknek, akik azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat tettek, és nagyon sok dologba járultak ehhez hozzá. Az évad ezzel a koncerttel véget ért, ugyanakkor nem kell sokáig nélkülöznünk a klasszikus zenét, hiszen rövidesen megkezdődik a zenekar templomi hangversenybérlet sorozata, a Harmonia Albensis.